Na, helyzetjelentés jelentés a következő. Ugye a telken a közműveket el kell intézni, most úgy állunk, hogy megvan végre a gázterv, úgyhogy a gázcsónk még mindig csak kiáll a földből, amit másfél méterrel odébb fogunk módosítani, ami jelen jogszabályok szerint ingyenes. Tehát a gáztervünk megvan, ha megépülnek a falak, és megvan a gépészeti helyiség, akkor jön a regisztrált gázszerelő, és bevezeti, beköti, és ennyi volt. Esetleg lehet egy másik gázszerelőt is hívni, aki az egészet kiépíti, de a lényeg az, hogy egy hiteles regisztrált gázszerelőnek kell az órát és a rendszert összekötni, és onnantól lehet fűteni. Na most a vízünk ugye az már rég megvan, úgyhogy raktunk egy 50 méteres lagot, egy ideglenes csappal, úgyhogy az építkezésre így már tudunk akár ivóvizet is, vagy betonszáradás ellen locsolóvizet is biztosítani, illetve a tujákat meg tudjuk már öntözni. Mellékesen elmondom, hogy a tuják már be vannak telepítve a kerítés. Déli és északi részén végig 31-31 darab, úgyhogy azok már nőnek. A szomszédtakarás szempontjából ez fontos, hogy mire beköltözünk addigra már legyen akkor a tuja, hogy amikor én a fehér bánát kidobva nyírom a füvet a kertben, a szomszéd ne nagyon nézegesen át és azon alkalomból vagyok most ebben a verőfényes napsütésben, végre verőfényes napsütésben itt kora reggel, mert felhívtak az eon hogy ma érkezik a két szakember, és végre megkapjuk a villanyórát. Hát leghosszabb átfutás ideje eddig ennek volt, de hát ugye kellett nekünk hátarifás óra, hogy hátarifás klímarendszert rákötve a téli fűtőszezonban féláron tudjunk vele fűteni illetve nyáron már nem féláron, de legalább klimatizált helyiségeink lesznek, és így tudunk hűteni is. A villanyóra jelenleg 32 kw lesz, ez ingyenes, teljesen költségmentes, csak maga a rákötésének, az engedélyeztetésének van némi díja, amit majd a következő videóban elmondok ki van jelölve a villanyórának a helye a telken, nyilván a telek határon belül, minél jobban a teleknek az oldalára vagy az oldal kerítésére orientálódva lesz a villanyórának a helye, aminek majd én fogok építeni, téglából fogok csinálni valami jó kis kézigyártmányú helyes kis állás neki, hogy védve legyen és biztonságban legyen illetve le is tudják majd olvasni azt, amikor használatba vesszük. Tehát a 32 wattos villanyóra rögtön megérkezik, amiben remélem lesz egyben egy konnektor, és föl tudok dugni ezt az iPhone-t, mindjárt lemerül. A két szakember rögtön itt van, őket várom. Másfél, hogy is van? Nem is. Tehát maga a villanyóra doboz, ugye a telek határnál az utcafronton van, és 5 méteren belül lesz a villanyóra dobozunk. Most ez azt jelenti, hogy ha 5 méteren belül van, akkor nem kerül semmibe, mert 5 méterig a kiásása, kábel és bekötéssel jelenleg ingyenes. Viszont, hogyha azt hiszem 4 vagy 5 éven belül módosítani akarunk valamit, akkor kell kifizetni ennek a díját pluszba. Hát nyilván majd módosítani fogunk, mert egy 3x32 kW szükséges, kilovattanként itt megvan ugye a bővítésnek a költsége, de ez nem probléma, mert azért egy ilyen modern családi házban, ahol mondjuk a konyha teljesen elektromos, illetve klímák is üzemelnek, van egy csomó fogyasztó, ott azért kell legalább ez a 32x3, ez a 3x32 kW, ha lehet, hogy még több is, úgyhogy mindjárt meg is mutatom. Hogy hol fog ez létrejönni. Igazából, itt most 2020-ban, a karantén és koronavírus idejében más nagyon nem is tudunk csinálni, szépen lassan így a közművek telepítődve vannak, intézve vannak, a telek körbe van kerítve, az épület ki van jelölve, és hát amint megvan a megfelelő kivitelező, vagy a megfelelő kivitelezési taktikám, akkor csinálom a következő videót, és elmondom, hogy hogy, hogy lesz ez itt tovább. <laughs> és még annyit el tudok erről a szempontból nektek mondani, hogy így, ahogy lassan én is végigjárom ezt az iskolát, ezt a sok buktatót, sok falnak ütközést, nem mondhatom tényleg, hogy mindenki azt rebegtette a szemem előtt, hogy ez micsoda nyüggel jár ez az egész építkezésnek az előkészítése, mi pénzekbe kerül ez az egész. Hát igen, kerül pénzekbe, nem mondom, hogy megfizethetetlen, de így szépen lassan, ha nem SOS a dolog, akkor össze lehet rá kaparni. A lényeg az, hogy mindjárt lesz vellanya a telken, végre el sem hiszem. Aztán később majd még magas feszültség is kellene én nekem, tehát ilyen 360 is kellene, hogy tudjak hegeszteni, esetleg ilyen-olyan gépekkel dolgozni, mert nagy szaki vagyok, úgyhogy nekem kell mindenképpen hátul egy sufni, egy műhely, ahol tudok szerkeszteni mindenfélét mindenféle eszközzel, szerszámmal. Ugye az Xbox az non-stop fog menni, a hűtő is fog menni, a tévé is fog menni, valószínű a sütő is fog menni, úgyhogy hát... Kivárom a legjobbakat. Sziasztok.